Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Nem csak a tiéd, baby, a verbától. Nekem te vagy a hiány a leltárból. Pörögjön az este, amikor én itt vagyok. Éjjel a lámpásból én egy csint adok. Valkon csak veled, meglátom a kiutat. Nem lehet titkolni, mert a zene mindent kimutat. Reggeli kávémban te lennél a tejpor. Ja, én meg a víz, ami felfor. Mozogjon a csípőn, mozogjon a lábad, mozogjon a tested, hogy lássam, hogy fárad. Fogd meg a ritmust és simítsd a dallamot. Zárd be az ajtót és zárd be az ablakot. Maradjatok kettesbe, te és a zene. Ha önzőbb vagy ennél, hát egyen meg a fene. Na gyere, verjük, kented be az estét. Ürítsd ki az agyadból a fluort, meg az SP-t. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Dübörög a ritmus, velem táncot jár a fény. Szememben iszik a tüzes forró kék. Ne csináld, baby, más világból érünk. Összeér a testünk, dimenziót lépünk. Én vagyok a jompa, flattert rázok. Tekerd a tested, én majd rákont rázok. A zene utat mutat, az ütem nekünk szól. Ágyal a fülembe súgja, érezd magad jól. Két szempár, tiszta lángja, lobban fel. Mikor a vágya bombája robban. Csak te, csak egy szív, csak az éj. És érezd a testedben, tüzel a kény. Gyere rázza, baby, most csak ennyi kell. Érezd a ritmus, így menni kell. Szól a dallam, a szíved táncol. Még rázza akkor is, ha minden lángol. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Nem csak a tiéd, baby, a verbától. Nekem te vagy a hiány a leltárból. Pörögjön az este, amikor én itt vagyok. Éjjel a lámpásból én egy csint adok. Valkon csak veled, meglátom a kiutat. Nem lehet titkolni, mert a zene mindent kimutat. Reggeli kávémban te lennél a tejpor. Ja, én meg a víz, ami felfor. Mozogjon a csípőn, mozogjon a lábad, mozogjon a tested, hogy lássam, hogy fárad. Fogd meg a ritmust és simítsd a dallamot. Zárd be az ajtót és zárd be az ablakot. Maradjatok kettesbe, te és a zene. Ha önzőbb vagy ennél, hát egyen meg a fene. Na gyere, verjük, kented be az estét. Ürítsd ki az agyadból a fluort, meg az SP-t. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz. Neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Dübörög a ritmus, velem táncot jár a fény. Szememben iszik a tüzes forró kék. Ne csináld, baby, más világból érünk. Összeér a testünk, dimenziót lépünk. Én vagyok a jompa, a
flattert rázok, tekerd a tested, én majd rákont rázok. A zene utat mutat, az ütem nekünk szól, lágyan a fülembe súgja, érezd magad jól. Két szempár, tiszta lángja, lobban fel, mikor a vágya bombája robban. Csak te, csak egy szív, csak az éj, és érezd a testedben, tüzel a kéj, gyere rázza, baby, most csak ennyi kell. Érezd a ritmus, hogy menni kell, szól a dallam, a szíved táncol, még rázza akkor is, ha minden lángol. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Neked szól most a dal. Ne csak a tiéd, baby, a verbától, yeah, nekem yeah, te yeah, vagy a hiány, a leltárból. Pörögjön az este, amikor én itt vagyok, hey. Éjjel a lámpásból én egy csint adok, yeah. Halkon csak veled, yeah. Meglátom a kiutat. Nem lehet titkolni, mert a zene mindent kimutat, hey. Reggeli kávémban te lennél a tejpor, yeah. Yeah. Én meg a víz, ami felforr. Mozogjon a csípőd, mozogjon a lábad, mozogjon a tested, hogy lássam, hogy fárad. Fogd meg a ritmust és simítsd a dallamot, zárd be az ajtót és zárd be az ablakot. Maradjatok kettesbe, te és a zene, ha önzőbb vagy ennél, hát egyen meg a fene. Na gyere, verjük, kented be az estét, ürítsd ki az agyadból a fluort, meg az SP-t. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Dübörög a ritmus, velem táncot jár a szély. Szememben iszik a tüzes forró kék. Ne csináld, baby, más világba érünk. Összeír a testünk, dimenziót lépünk. Én vagyok a jampa, flattert rázok. Tekerd a tested, én majd rákont rázok. A zene utat mutat, az ütem nekünk szól. Lágyan a fülembe súgja, érezd magad jól. Két szempár, tiszta lángja, lobban fel, mikor a vágya bombája robban. Csak te, csak egy szív, csak az éj, és érezd a testedben, tüzel a kéj, gyere rázza, baby, most csak ennyi kell. Érezd a ritmus, hogy menni kell, szól a dallam, a szíved táncol, még rázza akkor is, ha minden lángol. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz, neked jut minden, amire vágysz, ja. Neked szól most a dal, neked szól most a dal. Neked szól minden, amit csak látsz.
Jó estét, jó szurkolást, hölgyeim és uraim! Pedro a mikrofon mögött. Hát eljött az idő, hogy belekezdjünk ebbe is. Már régóta gondolkodtam rajta, de most jutottam el odáig, hogy ugorjunk neki. Futballmenedzserezünk egy kicsit. Amit tudni kell előre, saját magam által megmodifikált adatbázissal játszok, kicsit föl vannak húzva a magyarok. Nem nagyon, csak épp, hogy egy hagyjafa pöcsnyit. És hát ebben nyomjuk, és kezembe vettem a pécsi MFC irányítását, mert elkezdtem a játékot, gyorsan a friendly-ket lenyomtam, mert azok igazából senkit nem érdekelnek. És gyorsan kirakjuk, hogy lássuk a saját dolgainkat. Hát remélem, hogy a hangokkal nem lesz gond, mert ugye ez mindig kérdéses, és megyünk, mert hogy 10 nap múlva az MTK ellen megkezdjük itt a nagy meneteléseket. Ja, az U19-esek is meccset játszanak, de ebben nem foglalkozunk. Hát annyit kell tudni, hogy rohadt régen futballmenedzsereztem, utoljára szerintem a 2012 körül talán. 2014 valahogy így, vagy lehet, hogy 16, de nagyon rég játszottam, úgyhogy most egy kicsit ilyen újdonság lesz minden. Csapattam, ugye látszik is, hogy játékos képeket, meg logókat, meg minden ilyesmit, ami kell, úgyhogy grafikailag teljesen jók vagyunk. Egyedül 3D mezeket nem gyűjtöttem még be, de valamelyik Facebook csoportban láttam, hogy azok is fönt vannak a magyar bajnokságból, úgyhogy majd azt is össze fogom szedni. Feltéve, hogy fogom folytatni ezt a dolgot, de... addig szép lassan pörgetjük az időt, hogy eljussunk a bajnoki nyitányig. Igen. Az a nem mindegy, hogy Nagy Ádámot vinné a Fiorentina. Meg loan ajánlatokat kapunk. Jó, az se kell. Ja, csak mutatóba, hogy mit csináltam eddig. Így néz ki most per pillanat a csapatunk. Jó kis Gegenpress 4-2-3-1. Akiket hoztam, az egy nagyon jó Federico Lazzeri, Olaszországból egyenesen 19 éves kiváló tehetség. Besücset le tudtam igazolni a Fraditól. Szatmári Lórit hazahoztam, Kővárit hazahoztam. Szóval kicsit ilyen hozzuk haza a játékosainkat című dolgot műveltem. De hát ez azért belefér. Na. Most igazából nem teljesen értem, hogy például az Erhardt mit keres itt. Menjen nyugodtan vissza a második csapatba. Kartikkal együtt. Az U19-be. Ja, meg hát itt van ez a Pór nevezetű gyerek, akit idehoztam cserecsatárnak, mert minek. Nagyon jó, megye kettőből, mert ugye azt úgy kell. Jó, ő is mehet le. Itt volt egy meccsünk a második csapat ellen, és ez most egy kicsit itt megbolygatta a dolgokat. Mert itt a gép felhozta nekem a fiatalokat, akiket egyébként rohadtul nem én kértem, hogy legyenek itt, úgyhogy ebben most el kell sajnos szórakozni egy kicsit. Hogy ledobáljam őket vissza az U19-be. Jó. Sorbarakás, kedvenc játékaink egyike. Kit hova, kit hogyan. Jó, így szerintem jók leszünk. Oké.
És akkor így megyünk tovább. Az Újpest elvitte az Óvári Zsoltit. Na szép, mondhatom. Mennek a nagy igazolgatások. Egyébként tök fura, hogy 3D-s meccs motor van. Nagy Ádámot nem nagyon akarják elengedni. Mennek a nagy izék. Nagy tárgyalások. Egyébként az Atalanta volt még az előbb. Az, akit vittek volna. Csak aztán mégse. Ja, itt az Atalanta. 1 millió 5-öt akar érte adni. Nagyon népszerű lett a fiú, úgy érzem. Oda kell figyelni, kérem szépen, oda kell figyelni. Igazából itt jönnek a social médiás írogatások is. De úgy érzem, hogy előbb-utóbb be kéne szereznem hozzá a magyarítást. Mondjuk nem, mintha nem tudnék angolul, csak azért na. Német Zsoltot itt meg el akarják tőlünk vinni, kérem szépen. Fél csapat le van izélva. Le van fáradva. Volt egy olyan 3-4 nap, amikor sikerült egy jó pár edzőmeccset bedurrantani. Közben Filó Tamás érkezik fitness edzőnek. Ezt kiadtam így a csapatvezetésnek, hogy hozogassák a staffokat. Jó, azt mondja, hogy itt az MTK. Bognár, jó. Ez mi ez az átkötés itt? Erre mondjuk kíváncsi lennék amúgy. Kicsit olyan fura a sztori. Ilyen szempontból. Ebből látszik, hogy van egy jó pár dolog, amit még rohadt módon nem értek ezekből a dolgokból, de majd egyszer talán sikerül felfognom, hogy mi folyik itt a pályán. Német Zsoltot mindenki is akarja. Nagyon-nagyon csúnya módon el akarják vinni tőlem a drága edzőimet. És már csak 4 nap. Indul a Mercantile Bank Liga is. Nem tudok beszélni. Jó. Kaszás nagyon unhappy, mert nem tartottam be az ígéretemet. Fogalmam nincs, hogy mit ígértem neki. De csak gyorsan végig kattintottam mindent, és valószínűleg valami játékidőt ígérettem neki. Amit persze nem fog megkapni, szerencsétlen. De hát ez ilyen. Csak hogy jó legyen. Na. Jön a menedzseriál debütálásunk. Miért pont az MTK ellen? Amúgy ez egy szemétség. Ezt csak úgy megjegyzem. 250 darab bérletet sikerült eladnunk. Az mondjuk nem is rossz egyébként. Na, menjünk a press konferenciára. Jó.
képesek leszünk nyerni. Itt óvatosan nyilatkozgatunk. Mert... azt se tudom, ki az a Dávid Horváth. Az MTK-nak az edzője? Jó, Rácz akar egy új kontraktot, amit majd meg fog kapni. Előbb-utóbb. Oké. Köszöntöm szépen. Nagyon jó. Akkor a siker volt a konferencia, hogy az olyan félelmetes. Erre legközelebb biztos, hogy ezért fogom a segédedzőt elküldeni. Na, és akkor lássuk. Lássuk, lássuk, hogy mit tudunk. Ezek itt a nagy kérdések. Jó lenne azért győzelemmel nyitni amúgy. Reménykednék benne. Vagy legalább egy X, hogy valami csak ne kapjunk ki. Léci. Mit várnak a szurkolók? Az Al-Fateh el akarja vinni a, vagyis szavazást írt ki ez az egyik fan, hogy megveszik-e a vécseit. Nagyon kemény. Amúgy pont azt nézegettem, még amikor raktam össze a shortlistemet, hogy egy csomó ilyen kiöregedő magyar játékost akarnak elvinni a szaúd-arábiai csapatok. Ez tök fura. Rateman Focus GK. Jó. Szabó Máté meggyógyult. Jó. Nézegessük, hogy mi az, amit... Jó, mindegy, nem fogok szórakozni ebben, mert a segédedzők sem mindig jót akarnak itt csináltatni velünk. Viszont annyi, hogy szerintem a svédjük helyett jöhet oda föl a Szabó. Jó, maradt ki akkor. Kocsit be kéne még raknom. Csak kinek a helyén. Mindegy, marad így. Maximum megszívjuk. Csessza meg. Hát de... most mindenképpen magyarnak kell lennie az U21-esnek? Ezt nem teljesen értem most. Ez most nem annyira érthető számomra. Mert oké, most a katonát berakom a Majnovics helyett, akkor már jó lesz. Aha, ja. Hát ez mondjuk érdekes. Ha
Akkor a ladzérit valahogy magyarítanom kell majd. Vagy nem tudom. És akkor lássuk. Jó, természetesen hallgatunk az Assistance Manager-re. Na, kérdezgetnek. Nagyon pozitív vagyok, mindig pozitív. Nagyon fontos az első meccs. Olyan megérzéseim vannak, amik nagyon jók. Na, és akkor itt a kezdő. Hát a Mercantil Liga táblázatát azt nem nagyon kell most még figyelgetni. Kezdődjön a találkozó. Viszont... Ezt már most látom, hogy hangos lesz. Amúgy, na mindegy, bár lehet, hogy nem, de nekem így a fülemben hangosnak hallatszik, úgyhogy megpróbálom. Hallgatni azt, hogy ti mit hallotok. Hát, ja. Na mindegy, így ahogy hallom, annyira nem rossz a dolog. Na, lássuk, miről maradtunk le. Egy darab szögletről, nagyon jó. Támad az MTK. Igen, pressz van, gyerekek, szereljétek le. Uff. Jó, hát Németh Krisztián nyitott egy kisebb fajta kapufával. Az ugye elég csúnya volt amúgy. Konkrétan majdnem szétszakadt ott a kapufa éle. Ne! Heles, mit csinálsz? Kell igazolnom egy kapust. Ezeket komolyan kiütött középre. Ezek oda üti a kizé elő, a támadó elő. Szörnyű gyerekek, szörnyű. Jó, nem az MTK-t kell megvernem, ez tény is való, de attól függetlenül na. Ez azért nem olyan volt olyan tetszetős megoldás. Érdekes, többet birtokom a labdát is. Na majd a szögi. Lóri, add be jól. Az igen. Hát az a kapus azért eléggé lájtosan levette a kapura lövést. Fél idő. Jó. Állakik vagyunk, meg minden. De mindenki relaxált és motivált, úgyhogy egyelőre nem fogok cserélni. Meg Kondival is jól bírják. Csak jó lenne gólt is lőni. Ha már itt vagyunk. Az nagyon csúnya. Áll is ki. Úgy lövésem nincs, hogy kinek volt lapja. A Vadnaira emlékszem csak, hogy kapott lapot, de volt még egy laposuk elvileg.
egyelőre láthatóan uraljuk a játékot, csak kellenek a gólok is. Ajj, jó van. Kővári meg tudja húzni ott a szélen. A Por Patrik kapott még. Hát az mondjuk... Az mondjuk ott gyanús volt, maradjunk annyira. Az a durva, hogy még csak 2 perc telt el a... De... Ba... Komolyan mondom, Hellesfai, én agyon foglak vágni. Ez már a második. Ugyanazt megcsinálja kétszer, ugyanazt a hibát. Nézd meg, kiüti a német elé. Jó, most az, hogy bepattan a védőimről, az benne van a pakliba, de hát... Baszki. Ez most így kifejezetten idegesítő. Ez eddig egyáltalán nem volt benne így a meccsben. Mindegy. Megnézzük, hogy mi lesz ennek a támadásnak a vége. Most szerintem lassan elhatározunk egy cserét is. Az jó. Megfogja ezt ki. Jó. Jöjjön az első csere. Behozzuk a csodacsatárt. De... Most komolyan? Én nem értem ezeket a szabályokat, baszki. Nagyszerű volt, hogy beosztal a Karsányiba, az... Jön a kontra. Azt hittem, hogy meg is kapom belőle az első gólomat. Jó, hát ebben nem lenne gond, csak... Várjál csak, hogyha a Szabót hozom be viszont a Hegelyet, akkor elvileg már lesz, amikor behozzam. Nem. Na gyerekek, akkor most jön az, hogy sürgősen igazoljunk valami fiatal bacó játékost. Az viszont szép. Az nagyon szép. Mentalityt föl is rakjuk, verj a takingra. Harsányi beadja. Tóth Gábor érkezik. 2-1. 10 perc van vissza, úgyhogy ezt most meg kell húzni. Meg jó, hogy pont le akartam hozni a Kristófot. Thank you.
Az igen, az viszont nagy védés. Még mindig van vissza. 10 perc kb. Cserélgetünk kicsit, és reménykedünk abba, hogy az igen, de kár, hogy megfogta. Közel volt. Hát mindent megtesznek a srácok, ez be kell, hogy valljuk. Sajnos sokba kerül az a két hatalmas helyes fajíra. Csak ezek a pontatlanságok nem férnek bele. Az viszont jó. Kell a gól. Jöhet a beadás. Áj! Ilyenkor sajnálatos, hogy nem egy jobb lövő került oda. Paszki! Ezért a második félidő végén ott voltak a lehetőségek. De hát ez azért valljuk be várható volt. Vereséggel kezdjük az idényt, de nem annyira csúszós. Harsány lett a meccsembere, a szarás. Szóval nem annyira csúszós, az csúfos, nem tudok beszélni, csúfos. Jó, hát... Végig nagyon pozitívan. Azt mondják, hogy használhatatlan a csatársorunk. Hát jó, gyerekek, nem kell ilyen ízésen felfogni. Viszont... Akkor az következik, hogy megnézzük, hogy vajon a Kata Mihály az még csak 20 éves és negyedik ó 13. Tehát Mékan Offer azon nyomban. Jó, teszünk rá egy 150-es, nem mondjuk egy 170 ezeres ajánlatot. 240. Legyen. Kelleni fog. Mert CDM fiatal, úgyhogy mindenképpen kelleni fog. Hát a press konferencre elküldjük az asszisztensünket. Na. A Puskás Akadémia akarja még megszerezni. Az a baj, baszki, hogy... Hogy annyira magas a fizetése. Mennyi a mostani fizetésem? Úgy fogalmam nincs, tehát így csak találgatok. Jó.
Legyen. Oké. Hát egy próbát megér a dolog, de mindenképpen egy 20 éven aluli CDM-et kell igazolni valahonnan. Jó. Többség az játszik a LoL játékosaink közül. Ez teljesen jó. Kónya meg elmegy a BKV előrébe. Elengedjük. A PAOK vinni a Szalait. Ugye itt még a Szalai Ádám nem vonult vissza. És úgy látszik, hogy még van rá érdeklődés. Görögországból. Majd a híradó már megírta, hogy bejelentkeztem a katáért, úgyhogy... Ja. Üha. Na hát, mennek a nagy izék, akkor ezek a valósak, az előző az lehet, hogy csak ilyen híresztelés volt. Salt Lake, Vancouver, Cincinnati, Charlotte. Az amerikai vonal beindult itt is. A Szalai felé. Nem érdekel a kaszás. Hisztizik a kisgyerek, ne hisztizzen. Az jobban kéne, hogy kapjunk már választ az ajánlatra. Mert az viszont jó lenne, hogyha még itt a Békés Csaba meccs előtt ideigazolna. Persze nem fog, de azért jó lenne. Na, nézzük a meetinget. Mr. Players. Ja, ugye a katona megy el a Kecskemétbe. A Loanba megy, jó. Oké. Okay. End meeting. Nagyszerű. Hát ez az igazolás nem fog létrejönni. Egyelőre nagyon úgy néz ki. Annyit jelent, hogy még mindig szenvedős lesz itt az eleje a dolgoknak. És egyelőre akkor azt kell csinálni, hogy valószínűleg a katona belső véd... Nem! És megérkezik. Jaj, gyerekek, nagyszerű. Jó, akkor megvan oldva ez a problémánk. Szerencsére, tegyük hozzá. Jó, a Szabó átment a fitness tesztem, és megyünk a Békés Csaba ellen. Team selection, kérem szépen. A szeles helyet följön. Kesztyűs. DM-et fog játszani. De mondjuk... Ha beállítom attacking midfieldernek,
Akkor akár játszhat Deep Playing Playmaker-t is. És az talán így még lehet, hogy jobb is. Szanes az... Hát mondjuk annyi, hogy ugye tud CB-t is játszani. De CB-nk meg van itt bőven. Itt a takács is. Jó, mindegy, ezzel akkor meg van oldva, hogy a katonának nem kell minden áron játszani. Amúgy is el fog igazolni, úgyhogy akkor a Majnovics visszajöhet. Jobban preferálom a fiút. Viszont a major az meg csak izébe van. Mindegy, akkor a katona fog játszani jobb védőbe. És akkor így elvileg van már 3-21-esünk, akkor tudunk majd cserélni normálisan. Jó, megkapja a 8-as számot. Új Szoboszlai. Minket tartanak az esélyesnek, úgyhogy csapassuk. Az öreg Hamed. És ők viszont izével győzelemmel kezdték a szezont, úgyhogy arra azért oda kéne figyelni. Hogy mit teszünk és mit nem teszünk. De hajrá! Kata Mihály rögtön bemutatkozik egy csodálatos rossz passzal. Két kapura lövés. Mondjuk a 0,18-as XG az azért sokat nem ad hozzá. Csak ne ilyen pontatlanul a gyerekek. Ez most jó lehet, az szép, hegevert be, úgy is van, 1-0. Hát egy kata gólpassz, Hege meg beverte, ahogy tanítják. És én nem fogom eladni kölcsönbe a Hegét, se Siófokra, se nem engedem, hogy utána elvigyék Michelinbe. Itt marad nálam. Közben a Michelin már vezet. Lássuk. Az szép. Jól van, jól játszunk. Ez kifejezetten pozitív. Az első hazai meccs. Egyelőre működőnek tűnik a taktika. Az igen. De azt meg... Büntető. Jó, oké. Ezt akartam mondani, hogy ott mintha elkaszálták volna.
Ja, hogy itt van VAR. Oké. Megadták a büntetőt. Úgyhogy Tóth Gábor beverheti. Úgy is van. 2-0. De szép lenne amúgy, hogyha a pécsi stadion így nézne ki, hogy lenne fedetlen látó. Ezt most csak így megjegyzem. De a nézők azok nagyon örülnek valaminek. Nem teljesen jutott el hozzám az információ, hogy minek, de valami nagyon örömteli. Az is szép, az nagyon szép. Oktatás van, gyerekek, oktatás. Szatmári is kioszt egy gólpaszt. Zseni. 30 perc alatt 3 gól berámolva. Vicces azt látni, hogy az ellenfél megpróbál kontrázni. Tehát 3-0-nál hova akarnak kontrázni? Az szép lóri. Jó van. Vége a fél időnek lassan. Eddig ez egy nagyon szép és nagyon sima győzelemnek néz ki. Húha! Eddig. Na, a les volt, jön van. De a Heles megint érdekesen érkezett ki erre a labdára. Boldog vagyok, büszke vagyok rátok, srácok. Ellenfél igyekszik cserékkel megbolondítani itt a dolgokat. Gyerekek, az ott nem fog menni. A kis fiatal olasz középső védő azért odaállt a szabadrugáshoz. Gondolta, majd ő beveri. Nem jött be. Egyébként nagyon jó szabadrugás lövői íróban áll. Az meg egy les. Jó van, cseréljünk egyet, kettőt. Harsányi jöhet a Kővári helyett. Kesztyűs behozzuk ide. Majd meg ide. Csak hogy lehozzuk az összes sárga laposunkat. Szeretném, hogyha valaki itt a kiesés kiállítás sorsára jutna. Pont egy ilyen meccsen. Amikor aztán az égvilágon semmit nem kell már csinálni. 3-0-es vezetésnél. Mondom én, aztán Hellesre ugye egy kurva nagyot.
Az nagyon szép játék volt pedig. Mondjuk, hogy a középhátvéd rátszunk, mit keresett ott a bal szélen, azt nem teljesen értem, de oké. Okay. Na, szerintem az kívül volt, Spori. Annak kívül kellett lennie. Úgy is van. No penalty. No penalty. Amúgy rohadt jól meg van csinálva ez a varozás is. Közben ott látjuk, hogy mennek a többi meccsről is az értesítések bal alsó sarokban. Ezett a Szeged, egyenlített a Lőrinc. Jó, hát ugye a tavalyi szezon, tehát a Lőrinc még itt van az NB2-ben. De hát ez ilyen. Ez volt, valakit nagyon ápolnak az oldalon kívül. Szerencsétlen emberke ott fetrengett. Ó, gyerekek. Játszik a csapat. Hege megpróbált még egy kapura lövést is. Arra vagyok kíváncsi igazából, hogy le tudjuk-e hozni kapott gól nélkül. De egyelőre úgy néz ki, hogy igen. Még egy perc van vissza a meccsből, úgyhogy illene lehozni. Megy az időhúzás, a szarás amúgy. Rohadt jó, ahogy a nézők reagálnak arra, hogy passzolgatnak a játékosok. Nagyon tetszik. Megy a labdatartás. Egészen addig, ameddig el nem adjuk. Hát elvileg pár másodperc is le kéne, hogy fújja már a Spori. És itt is van. Megvan a győzelem. 3-0, hát ez eléggé könnyed is győzelem lett így. Well done, well done. Szép volt, srácok. Ja, hogy a futó zsombor itt van a izében. Békés Csabában. Ezt nem is vágtam. De ez így elsőre nem volt rossz. Illetve a másodikra. ...3700 néző. Ez egészen kiváló. Na, akkor őt kontraktoljuk meg. Aztán, hogyha nem jön be, akkor meg a kollár. Aki
aki meg elvileg lenyilatkozta, hogy szeretne nálunk dolgozni. Jó, kaszást vihetitek. Megyünk meetingelni. Hát azt mondják pont, hogy a... A Lóri jobb lenne büntetők elvégzésére. De ez most nem érdekel. Jó, a Vasnak viszont kéne kontrakt. Kicsit ígérgetünk, azt megyünk. De Bukovics az annyira nem érdekes. Jó, skip, skip. Accept all. End meeting, nagyszerű. Hát erre azért eljövünk, hogy lássák, hogy mekkora királyok vagyunk, hogy idehoztuk a katát. Lenyilatkoztuk, hogy rohadt jók vagyunk, és örülünk neki, hogy itt lehetünk, és minden fasza, minden jó. Közben meg elindult az összes bajnokság. Hát nem az összes, de egy jó része. Elküldtük edzői továbbképzésre az embereinket. Akarítani fókusz. Jó, mert igazából, tehát ezek közül mindegyik kéne, mert ugye itt lesz... Amúgy fogalmam nincs, hogy ez mit jelent. De mondjuk elvileg ugye scoutolunk. Nem nekem, ami egyébként most fura kicsit. Az a Champions League. Ami már eléggé megy, és nem, nekem meg nincsen izem. És followolni kéne. Ugyanúgy, hogy az Európa Ligát is, meg a Konferencia Ligát is. Mert ezekről itt lemaradtunk, és hát kíváncsi lettem volna, hogy amúgy például a Fradi ott van, és a Dinamo Batumi ellen éppen egy győztes mérkőzés után van. Ezt értitek amúgy? Rakja egy playoff. Ja, persze, mert alapból nem is indult magyar csapat. Jó, Európa League. Lássuk, hol vannak a magyarok. Fehérvár. Ez a Valmeira, ez vajon milyen csapat lehet?
Azt se tudom egyébként. Puskás Akadémia a Bukarest ellen esett ki. 4-3-as összesítéssel. Mondjuk az egyébként nem is olyan vészes eredmény. Keresem még, hogy... Hol volt, hol nem volt. Ennyi. Három magyar csapat van, vagy négy? Amúgy lövésem nincsen, baszki, tisztára meg vagyok izélve. Meg vagyok lőve ezekkel a dolgokkal. Ja, azért fura, mert ugye elfelejtettem, hogy a másodosztályból ott nem fogok kapni értesítést ezekről. Na, Szatmári benne van a Team of the Week-be. Ez nagyon... nagyon adás. Mondjuk, hogy a Lencse mit keres jobb futóként, azt én sem tudom. Bolla, Kovács, Mintyes, Földesi... Oké. A Real Salt Lake. Igazolta le a Szalait. Igazoltunk egy nagyon jó player analysis-t. Ferencváros a Cluj ellen játszik. Nem lehet kimenni a meccsre. Francba. Még az tök jó lenne. Hogyha lehetne olyat csinálni, mint a... akkor, amikor válogatott kapitány vagy. Hogy kimész megnézni egy-egy mérkőzést. Mert ez mondjuk pont az a meccs, amire kíváncsi lennék, hogy mit játszunk a a románok ellen. Jó, közben a második csapatunk Friendlyt játszik. Encz Bálint. Na, itt is viszonylag sok zenk van. Sok játékosunk van a második csapatban. Tréning interjú. Nagyon jó. Ugorjunk neki a következő meccsnek. Most azt nem tudom, hogy végül a Nagy Ádámot elvitték, vagy csak... Kaszás elment a Jászberénybe. Kicsit... Jó, Varasdi akkor nem fog játszani. Most az nem egy olyan nagy cucc. Cserekapus elfér.
és már meg is gyógyult a fiatal emberünk. Jó, na. Oké, az akkor itt teljesen jó, ahogy állunk vele. Tehát szerintem ezzel a csapattal úgy, ahogy van, neki is ugorhatunk. Mert igazából minden szempontból rendben vannak a srácok. Úgyhogy szevasz, Geri, cső, cső. Úgyhogy lássuk a találkozót. Semmi, csapatom itt a nagy menedzserkedést. A Hut Wagnert föl kell majd raknom izére, shortlistre. Hogyha jól emlékszem, az egy tehetséges gyerek, vagy az volt, vagy mit tudom én. Siófok meg itt van mögöttünk, és egy győzelemmel. Na, lássuk. Vajon mire megyünk? Hoppá! Az öreg Lazzeri nem szarakodik, hogyha távoli szabadrugásról van szó. Látszik, ez direkt így el van osztva. A Szatmári rúgja a közelieket, Lazzeri meg megy föl bombázni. De eddig jók vagyunk. Na, az ellenfélnél már is egy csere. Sérülés miatt. Eddig mondjuk ilyen szempontból egészen jók vagyunk, mert nem nagyon vannak sérültjeink. Vagy ha vannak, azok is viszonylag gyorsan meggyógyulnak. Hopp, beindul a wingback, és labdát is veszik, de jó, és megkontráznak belőle. Az igen, és már megint baszki. Feles vagy, te mi az Isten csinálsz? De most nézzétek meg, az kijön a beadás, és azok meg akarja fogni, és elmegy neki bőrbe. Nézd meg, atya úristen, ez az ember. Ez csodálatos. Jó, eddig tartott a türelmem, sürgősen venni kell egy kapust. Úgy érzem, hogy elkezdtem kicsit megugni ezt a dolgot. A Lazzeri is eltalálhatna igazán azt a kaput. Az jó. Lehetett volna. Az ki, nem engedi, hogy ráváltsak. Na, kell a gól! Lóri, verd el! Gyenge. Gyengécske. A másik Nyíregyházában az Adam csak rúgdossa a gólokat. Gondoltam rá pedig, hogy megveszem. Jó, állakik vagyunk, de hát ez az állakiság most már kezd egy kicsit az agyamra venni, hogy mindig ez a... Jaj, mindegy. Kell keresnem egy jó kapust.
kell keresnem egy jó kapust, mert ez most viszont már idegesítő. Főleg az a probléma, hogy most már az ellenfél elkezdett jobban is játszani. Jöhetnek a cserék. Hegét hozzuk le, vagy a Kivárit, meg most a gyengébb. Bezzeg, nekem nem ír oda egy játékosom se a kipattanóra. A szép, be kell verni. Ott is van. A cserecsatár. A 35 éves cserecsatár lesen van, bezzeg. Offside, egyszerű. A VAR visszavonja. Ez rohadtul örömteli. Cseréljük a teljes támadósort. Egyébként egy támadó középpályást kéne még szerválnom, mert a Lórira nincsen cserém. Amivel önmagában nincsen gond, csak hogyha megsérül, akkor nagyon megszívom. Azt igen! Szabó! Na, nem volt kis játék egyébként, csak kicsit furán mentett a labda. De jó, szép volt. Ez a belsővel betett labda, az ugye elég furán nézett ki, de a gól-gól nem kell megmagyarázni. Most jön az, hogy fordítani kéne. Az jó. Aszki. Hát az ilyen helyzeteket kéne nagyon csúnyán beverni. Mert anélkül nehéz. Na, egy jó szögletet kérek, Lóri. Az a baj, hogy szögletből szerintem egyébként nem szereztem gólt. Konkrétan. Ami tök fura. Mert alapvetően azért vannak bőven jó fejelő játékosaim. Semmi más nem csinálnak, basszus, csak rugdossák előre a labdákat, és jók a...
Nem idegesítjük föl magunkat. Végül is X-re állunk, ameddig nem kapunk ki, addig nincsen gond, ez is egy pont. Csak hát attól függetlenül azért van. Vége. Hát ismét egy potyagól okozta a vesztünket. Ez azért nem kifejezetten hangzik jól. Gyenge a helyzet kihasználás, az tény. De hát a hatodik hely, végül is veretlenek. Ja, nem vagyunk veretlenek, baszki. Most jut eszembe, hogy az első fordulóban kikaptunk az MTK-tól. Ó, a Vukpirt megtalálták a izé miatt. A bíráskodás miatt, pedig hát tegyük hozzá, hogy a bíró, illetve a VAR őket segítette. Persze jogos volt, csak hát na. Azért kicsit hadd sírjak már, hogy elvették a szabályos gólomat. Na, dorog. És ők vezetik most a bajnokságot. Ami mondjuk egyébként fura. Kik vannak itt a dorogban? Stoika az egyetlen, aki ismerős név. Hát meg a Heffler. De ezek nem olyan hülye ismerős nevek. Ja, meg a Marian Sluka, ő is játszott itt Magyarországon, hogyha jól emlékszem. Tamás Lenárt. Kapitány. Na, mindegy. Na, mit látnak a nagy... Hű, anyám. Jó, ez biztos nagyon jó, de fogalmam nincs, hogy... ez mit akar jelenteni amúgy, úgyhogy szépen tovább nexteljük végig. Nagyon jó, hogy megvan ez. Biztos tök jó, csak... most nincs kedvem ezt végignézni. Capitoline. Ja. Itt az olasz bajnokságban van egy-két csapat, akinek a neve ilyen érdekesen maradt. Ezt majd a későbbiekben kicsit átizélom, mert az editorból ugye Juventust például átírtam. De hát, ja, Capitoline maradt a Róma, meg hasonlók. Manchester Unitednak meg nincsen izéja, nincsen logója. Ez is fura. Na mindegy. Megyünk tovább. Nagyon megy itt a scoutolás, de nem járunk eredménnyel. Tehát ez tök jó meg minden, csak szar se ér. Mondjuk az érdekes egyébként, hogy azért szenvednek a nagy csapatok is, nézzük, az MTK 10. csak. Diósgyőr 5. Tiszakécske, meg a Dorog van elől, mondjuk ez durva egyébként. Azért az ember nem erre számítana. Normál esetben. Na nézzük az UEFA Champions League-et. Mindig nem lehet? Nem. Roncba.
és akkor megy egy autószév is. Na, Európa Liga. Lássuk. Ja, lehet, hogy itt már az előző izében. Ja, nem hülye vagyok. Jó. A Kolozsvár megnyerte 1-0-ra. Na, konferencia. MOL-Fehérvár. Hát egy laza 3-0-ba beleszaladt a Villarreal ellen, úgyhogy akkor abban innentől kezdve nem nagyon kell reménykedni, hogy lesz magyar csapat. Hát jó, Max a Faradi. Mivel playoffosok. Tehát ja, Szabó Szatmári Rácz a hét csapatában. Egyelőre nem nagyon érzem annak szükségességét, hogy rotáljak. Viszont shortlistet azért megnézném, hogy hogy állunk, és miként. Na, hoppá, nem ezt akartam. Billy Orbánt még mindig a Real Madrid nézegeti meg magának, ami mondjuk egyébként kifejezetten érdekes lesz. Sallóit Los Angeles nézegeti. Nagy Ádám meg elment végül az Atalantába, és a Spezia akarja Loanba. Ez is mondjuk egy érdekes sztori. Hegyi. Ugye az sem, mondjuk őt lenne egyébként jó megvenni, csak hát a West Hamből esélytelen, hogyha haza akarjon jönni kb. Na itt van, amit mondtam, Vécsei. Kb. Az összes szaúd-arábiai klub akarja. Kalmárt meg a Houston. Hát ezek ilyen érdekes dolgok. A Leaverbe fog menni. Fiolát. 11 klub. Azt a rohadt. Szaúd-Arábia. Ja, hát igen. Egyesült Arab Emírségek meg Szaúd-Arábia. Szintén. Na, az ilyen kiöregedő magyar játékosok számára nagyon-nagyon kedvezőnek tűnik. Ja, na mindegy, ez csak úgy mutatóba gondoltam, hogy mindenki láthassa, hogy mit csinálnak itt az első idény közben a magyarok átigazolás szintjén. És akkor dorog. Következik. Meg kéne törni itt a nagy menetelését a dolognak. Jelölök ki is estek, nem? Vagy csak én emlékszem úgy. De mintha ők állnak. Na mindegy. Szemmel láthatóan igencsak jó izé vannak. Formában vannak. Na, Team Selection. Familiarity is teljesen jó lassan.
Intenzitás is teljesen jó. Oké, senki se sérült, mindenki nagyon-nagyon vidám, meg minden, úgyhogy ugorjunk neki. Mindenki nagyon átérzi a helyzetet, és mindenki nyerni akar. Többi meg majd kiderül. Go hard. Ki ez a győző koszó? Majd mindjárt jó nyakon rúgom. Ki akarja rakni a csapatból a katát? Még most vettem meg, baszki. Aztán már rögtön a fejét követelik szerencsétlen gyereknek. Na lássuk. Kick off. Megy a nagy fogadkozás. És akkor lássuk, hogy mi lesz a dologból. Ez nem volt túl tetszetős, hogy ők támadnak, de ezek szerint jön a kontra belőle. És a szép is. A hege meg nagyon gyors. Az igen. Ilyen biztos kézzel fogta a kapusuk. Győrő az már vezet. Puskin góljával. Az szép. Na Lóri, verd be! És csak nem. Nem kanyarodik be. Szóval is luftot fejelünk. Az a baj, hogy megint jobbak vagyunk, csak kéne gólt lőni. Jaj, hege, hova rögod? Az pozitív, hogy jobbak vagyunk, csak az viszont nagy labda. Az kapura lövés volt, vagy? Azt mondják, hogy a Hefflert folyamatosan rakjuk presszió alá. Mi meg ilyen jó gyerekek vagyunk, hogy hallgatunk természetesen az izére. Megedőst meg lerúgták, jaj de jó. Akkor Harsányi. Helyette már is a pályán. Hát jó lenne azért, hogyha szereznénk egy gólt. Sok minden nem kell, csak egy rohadt gól. Na, abban most be kell gyalogolni a kapuig. Ott a másik oldal. De miért nem teszed át a túloldalra, baszki, ott jött üresen.
És ilyenkor mindig attól félek egyébként, hogy a semmiből fogunk egy gólt kapni. Mert most megint ahhoz képest, hogy az elején milyen jól mentünk, kicsit úgy visszaesett a játékunk. Katának nincs egy jó passza, bazd meg. Bocsánat. Az jó, ott is van. Szép. Nehogy már les volt. Add meg. Na, azért mondom. Ez kizárt dolog, hogy les volt. Na, cserélgessünk egy kicsit. Ezt is behozzuk a katájára. Szabó megjelent ide. Pejavicsot meg behozzuk a Lazzeréjére. Nem tudok beszélni. Hát az asszisztens menedzserünk a katonát még lehozta volna, csak hát... Az szép! Az igen! Na hát ezért nem kell lehozni. Az gyönyörű volt. Jó, volt egy kis mák is benne, viszont a befejezés ez tökéletes. Viszont ez egy jó dolog, hogy rákérdezett a gól után, hogy akarom-e biztosan a változtatásokat. Most már játszunk egy kicsit a nézőknek. Szemmel láthatóan. Az viszont nagy labda amúgy. Jézusom, mekkora gól! Azért, hogyha beindulunk, akkor nincsen gondunk. Mert ez például megint csak gyönyörű volt. Ahogy átemelte a kapust Kristóf, hát 3-0. Közben azt látom azért, hogy az Adamó az parádézik. Meg az Eppel rugdossa a gólokat a Diós Győrbe. Jönnek a cserék az ellenfélnél. Hát, cseréltem volna még egyet, de vége a meccsnek. És ismét hatalmas győzelem. Ezek a dolgok tetszetősek, amikor is sikerül hozni 3-0-val a meccseket. És ebben már is ott vagyunk a harmadik helyen. Még
azt miért Pécsinek írja, azért vannak bent még ilyen kisebb, nagyobb hibák. Jó, egy-két nap. Ez teljesen jó. Apple-t ajánlják a figyelmünkbe. Ja, a szeretőt viszont egyébként föl dobbantom még ezért. Ja, hogy ő már listán van. Oké. Rajta van a listánkon. A Cliftofel. Igen, mert őt is tudnám használni. Ugye mind a két szélen tud játszani. Mindegy. Ez csak úgy megjegyzés, meg nézelődés. Semmi különleges és érdekes. És akkor jön a gyírmót otthon. Ez is papíron egy kicsit keményebb meccs lesz. Ők még csak most játszanak a Szombathelyen. Egy 0-0-át. Mondjuk az a durva, hogy még így is a dolog vezet, hogy mi most megvertük őket. Diósgyőr meg a Szombathely a két veretlen csapat bajnokságban. Meg a Budafok. Egy győzelem, három döntetlen. Na. Közben látjuk, hogy azok, akik még használhatóak lennének. Na, jönnek a shortlistes játékosok. Kolyapus. Gino Fechner. Halilovic. Bombági. Az a baj, hogy ezek mind ilyen izések. Még ez az Odincov talán, azt mondom, hogy oké lenne, csak... Viszont... Fiatalokat keressünk, baszki, engem nem érdekelnek az ilyen 40 éves játékosok. Jó, egyedül is az jó lesz már a meccsre. Remélhetőleg. És akkor jön a gyűr. A gyírmóti gyűr. Erről létben elég jók a fiatalok. Na, Champions League. Playoff. Ferencváros, hát kikapott, úgyhogy Európa Liga lesz belőle. 8-25-én jön a sorsolás. Szóval ma.
Akkor a Fradi Európa Ligás. Viszont. Ezt így meg kell jegyezni. Második csapatnak a meccsei azok annyira nem tudnak izgatni. Na, Ferencváros, Larnaca, Lazio, Rem. Hát ez szívás. A Rapid Viennát ide berakta nekünk. Hát igen, egy ilyen csoport azért jóval jobb lett volna. A Fradinak is. Sis, ezt mondjuk egy kemény csoport. Csak, ja. Fradi ezt megszívta. Azt kell, hogy mondjuk. Mert a Lazio meg a Rennel ellen szerintem nem sok esélyük lesz. Fúha. Jó, mindegy, hagyjuk. Nem minek ciózgatunk. Annak sosincs jó vége. Pihenje ki inkább azt a 3-4 hetet. Úgyis ott van a Harsány, aki tud helyette játszani. A Vécseit az Ittihád akarja. Nagyon. Al-Adala. Szeretné Fiolát. Jó. Meg is ajánlunk természetesen kontraktust. De meg elküldjük az asszisztenst. Annyira nem érdekel a dolog. Ja, csak hogy érthető legyen itt a kiírás. Ugye megvettem a saját karakteremet, és beállítottam asszisztensnek. Úgyhogy ezért van az, hogy amikor nem én, mint Pedro Sierra nyilatkozok, akkor nyilatkozok. Szóval érted. Ez csak úgy megjegyzés. Na, és akkor jön a következő találkozó, Girmót. Hazai pálya. És nyerni kell. Egyszerűen nincs más lehetőség. Az a baj, hogy ezek a scoutolások nagyon jók, meg minden, csak... Tényleg az, hogy... Ilyen 40 éves játékosokat dobál nekem, az nem igazán. Jó, a Harsányi fog játszani a Kőveri helyett. Oké, és elvileg a svédjük tud még jobb középpályás játszani, úgyhogy ő jó lesz ott. Oké. Jó, és akkor így neki megyünk. Jöhet a warming up.
Én meg addig iszogatok gyorsan egyet. Elkaptak a folyóson, és meg interjú voltak. Úgyhogy gyorsan elmondtam a hatalmas véleményemet. A többi meg majd itt kiderül. Ugye így most hetedikek vagyunk, hogyha nyerünk, akkor fölugrunk a második helyre. Úgyhogy nem lenne rossz azért győzelemmel végezni, ha már egyszer otthon játszunk. Meg az sem lenne rossz, hogy a katona nem állítatná ki magát az első percekben. Az mekkora labda? Lett volna. Bár így jó lesz. Paszki! Hát azt hittem, hogy a Arsányinak megint összejön a gól. De sajnos nem. Na lát, Zéri. Ezek a szabadrugások még mindig nem mennek. Próbálkozik a fiú, de kevéske a siker. Az viszont jó, az nagyon jó. És kapufa. Opa. Hát, oké. Rusák Edvard öngóljával vezetünk. Fogalmam nincs, hogy ott mi történt. Itt elvileg véd a kapus, kapufa, és hát ja, rápattam a védőre. Jó, a vezetés megvan, ez a lényeg. Többi ez meg senkit nem érdekel. Az igen. És ott is van. Csak ez szerintem les volt. Igen, vissza is fújják. Igen, ezt én is úgy láttam. Hát mondjuk nem sokkal, azt tegyük hozzá, de az volt. Baj, az a lényeg, hogy jobban lejátszunk, vezetünk. Úgyhogy gond egy szál se. Gyirmótnak kapura lövése sincs. Fél idő. Jó,
Oké, hát ez egyelőre így nem rossz. Cseréket majd meghozzuk utána. Öngól, meg nem adott gól, van itt minden, ami kell. Az igen. Hát jó, vissza lett kínálva lövésre. Nem annyira jött be. Jó, viszont hozzuk be magunkat. Tóth Gábor helyett. Jó, most egyelőre maradjon ennyi. Gondolkodtam rajta, hogy a Besicset hozzuk el, de maradjon. Kell, aki tördeli ott a játékot, csak állítsák ki. Ja, a Lazzieri helyett bejött a Pejovic. Az nagyon szép, be kell verni, ott is van, gyönyörű, megvan a bemutatkozó gólunk, és ezt most már nem is veszik el. Les címén, ott nem is volt az, tökéletes játék. Egyelőre úgy néz ki, hogy amikor hazai pályán, vagy bárhol nyerünk, akkor kapott gól nélkül, és nagyon nyerünk. Ami miatt mondjuk én nem sírok. Félreértés ne essék. Ismét ajánl egy substitution-t a játék. Bejött a kesztyűs. És az viszont nagy védés volt most. A végére. Mind a 4 perc hosszabbítást végig játszhatja a cserejátékos. Na most, hogy az ott hogy lett szabadrugás, azt nem teljesen várom. Jó, valószínűleg eltelt egy kis idő, csak korán nézett ki. Ha azért megvannak a nagy védések most. Mintha a RSV egy kicsit elkapta volna a fonalat. Igazából az az egy baj van vele, hogy vannak nagyon jó meccsei, meg nagyon rosszak. És ilyen köztes dolog az nem nagyon van. Egy perc hosszabbítás. Jó, ennek vége. Itt már reméljük nem történik semmi, és akkor ismét egy nullára lehozott találkozó.
De azért még megyünk. Szórakoztatni kell a hazai közönséget. Ennyi. Ismét egy csodálatos győzelem. 2-0. Nagyszerű, nagyszerű. Indultunk fölfelé. Nagyon boldog vagyok, pozitív vagyok. Nem foglalkozok avval, hogy mit nyilatkozok. Na, és akkor 5 forduló után második hely. Diósgyőr vezet. Teljesen jó. Teljes mértékben tökéletes. Asszisztensünket elküldjük a mérkőzést követő. Azért, na. Zsórinak ezek szerint elég jól sikerült a debütálása az MTK-ban. Jó. Ismét két ember a... Ó, még én is bekerültem a 7 csapatába negyed fél időjáték után. Az mondjuk elég korrekt. Köszönhető annak, hogy rúgott a játékos egy darab gólt 30 perc alatt. És akkor a Nyíregyháza jön ismét otthon. Na, Nagy Ádám pedig debütált az Atalantában. Csereként beálló. Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor játszik a válogatott. Kilencedik, 23, hát az még nagyon messze van. Ja, hát itt a dolgok egy kicsit máshogy néznek ki, mint a valóságban néztek. Hiába vannak följebb húzva a magyar játékosok. Azért itt a németek, angolok, olaszok még mindig elpicsáznak minket. Ebben nem hasonlít a valóságra a játék. Az biztos. Na. Best Performing Attacking Player Lencse László. Ő is már 34 éves, pedig szívesen leigazolnám amúgy, mert nekem egy nagy kedvencem volt még az MTK-s időkben. Csak hát most már ahhoz öregecske, hogy az én csapatomba beférjen. Ugye így is megdobtam azzal azért a átlag életkort, hogy még ugye a Lórit idehoztam, meg ugye a saját karakteremet. Azért az ugye egy kicsit húzós ilyen szempontból. Úgyhogy, ja, a fiatalitásnak neki kell majd állni. Főleg, hogyha esetleg nem sikerül feljutni ugye az első évben. XXI Európa bajnokság. Na nézzük, hogy állnak itt a magyarok. Még az, hogy kikaptak a
egy meccs van vissza. Hát. Ja. Még Moldova az, ami megmarad. Hát itt is ugye az, hogy kikaptak Izlandtól. Itt azért vannak olyan izék, olyan eredmények, hogy az ember a fejét fogja. Aki szeretné vinni a grószot, az vigye. Na, team leaders megvan. Nagyon jó. Vannak a social groupok. Majnovics viszont pályára lépett az U21-ben. Mármint a válogatottban. Taksony Ese. Vitt el kölcsönbe a grószt. Nagyon jó. Örömteli. Meg minden. És akkor a tizedik helyezett Nyíregyháza a következő. Akit meg kéne verni, hogy tovább tudjunk lépkedni felfelé a tabellán. Hát az U19 is játssza a meccseit, meg a megye egyes második csapat is, úgyhogy az teljesen jó. Viszont az problémás, hogy a Majnovics ugye izén van. Válogatott meccsen. Tehát ő nem fog a rendelkezésünkre állni. Hegedűs az már oké. Oké. Jó. Tehát Majnovics kuka. Szempontból. A kocsis egyébként, akit meg nem tudom, hogy miért nem teszek be ide, mert ő viszont cam, és akkor a Szatmárinak lenne cseréje. Oké. Az jó, hogy ilyenkor rájövök dolgokra. Na de lássuk. Nyíregyháza az ellenfél. Vajon mit tudunk ismét? Hazai pálya? És akkor let's go! Elvárásaim nincsenek. Ha nyerünk, az rohadt jó. Rohadt jó, nem, akkor nem, de az viszont... Lesz. Büntető! Jó, hát ez jó kezdés, bár nem fogalmam nincs, hogy mire kaptunk büntetőt. Ja, baroznak. De megadják. Jó, oké. És a harsány ide is veri. Jó, ez egy nagyon zsír, megvan a vezetés, de fogalmam nincs, hogy mire kaptuk ezt a büntetőt.
az szép, viszont azt is Heger lőjé már be egy labdát ebben a rohadt kapuja. Még az első meccsen gólt lőtt a Heger, azóta viszont nem találja el a kaput kb. De megvan a vezetés, és ez a lényeg. Meg az, hogy ilyen labdák menjenek, és jó lenne, hogy a csatáron beverni a helyzeteket, de oké. Az nagy labda. Aszki. Még a távoli lövések kicsit hatékonyabbak lehetnének amúgy. Az igen. Az se lett volna csúnya, hogyha befejeli. Az meg nagyon nagy labda. Fú, mit védett. Kicsit ilyen uncsivá vált a mérkőzés most. Mondjuk ameddig mi vezetünk, addig nincsen gond. Főleg, hogyha ilyen labdákat kap a Harsányi. Az szép. Csak miért belebazd meg? Hege, az miért? Az gyönyörű. Az nagyon nagy játék volt. És reméljük, hogy meg is adja a bíró. És nem... Ules, az meg. De ő is lesen volt? Na az oké, hogy a másik lesen volt, de... Ezzel azért most vitatkoznék. Hú. Szép lett volna, nekem nem adják meg a gólomat az ellenfél, meg rögtön ver egyet. Teljesen jó, szépen, óvatosan. De baszki! Ott vannak a lehetőségek, csak rohadtul nem élünk velük.
Jó, hát mondjuk vezetünk, tehát igazából gond nincsen. Besics is nagyon él. Meg a Harsányi nem nagyon akarja, hogy visszavegyük. Az szép. Az nagyon szép volt. Szóval a Harsányi nem nagyon akarja azt, hogy visszaadjuk majd a Kővárénak a helyét. Aki mondjuk egyébként tud izét is játszani. Jobb védőt. És ugye, hogyha a Major meg a Majnovics is lelép, akkor az megoldás is lehet. Happy vagyok, srácok, jól játszunk, és rohadt jól állunk. Jó. Működik a gegenpress is. Az meg hatalmas labda egyébként. Főleg, hogy át tudná venni. Az igen. Hellesfai ezt így végignézte. Szépen csendben távolról megnézte, hogy kapufára csattan a labda. Ott meg lett volna egy cserém, amit ajánlott a gépecske. Kit akar lehozni? Fú, hát a Lazzérit meg a Tóth Gábor Kristófot is le kéne hozni, csak az a baj, hogy szerintem ezt nem fogja engedni. De, mindegy. Mert a Kristóf is teljesen elkészült az erejével. Gyengécske. Szögi. Kérem szépen, kérek egy gólt. Most már ideje lenne szögletből is látni egy találatot. Egyelőre jóval jobbak vagyunk, úgyhogy aggodalomra semmi ok. Nyíregyháza próbál cserélgetni, de... Kicsit ilyen halottnak a csók című sztori van kialakulóban ebben kapcsolatban. Na, Kocsist behozzuk a Szatmári helyett. A Hege helyett jön a Szabó. Kesztyűs válthatja a Besicset. Jön a Krausz is. Ja, jó, akkor ő nem jön. Kifogtunk a csere lehetőségekbe. Na, verje alá! Azt kéne, hogy egy ember itt megkontrázzon minket, mert agyfasz kapok. Na,
A katonának a sárga lapja miatt egy kicsit azért fosok. Az nagy labda. Az gyönyörű. Na hát igen, egy jó csere. Kocsis bejött, volt fő. Ennyi. De szép volt megint csak. És ismét egy teljesen sima győzelmet aratunk. Szombathely közben azért. Majdnem azt mondtam, hogy simán veri a dorogot, aztán már 4-3. 4-1-ről. Az lenne szép, hogy jönne, ha írod, még ott is sikerül gólt kapni. Itt viszont ismét egy győzelem. Mondhatjuk úgy is, akárhogy csak a szokásos. Gyönyörű, very nice, ahogy mondja itt nekünk a gépezet is. És ezzel a Pécsi MFC az első helyen áll, tisztelt hölgyeim és uraim. Hát kíváncsian várjuk azt, hogy milyen lesz a folytatás. Tóth Gábor Kristóf, hát jó, csak 2-3 nap az belefér. Öt meccse veretlenek vagyunk. Player of the Week, Lovrencsics Balázs. Nos, hölgyeim és uraim, ennyi lett volna mára a futballmenedzserezés. Azt, hogy mennyire fogom folytatni aktívan így stream előtt, azt nem tudom. Az biztos, hogy fogok játszogatni vele. Úgyhogy valószínűleg nem a hetedik meccstől fogom folytatni majd. De valamikor visszatérek, és úgy tervezem, hogy azt mindenképp majd még az első szezon befejezése előtt. De ez a része majd kiderül. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap, hogyha minden igaz, akkor többet leszek. Lehet, hogy lesz futballmenedzser is, nem tudom. Délelőtt jövök majd, ha minden jól megy, GTA-val. Hát délutánra meg tervezek több mindent, például többek között No Man's Sky-t is. Mert hogy lassan ugye 6-ától bent lesz a Starfield a Game Pass-ba, és akkor annak neki kell majd, hogy álljak. Néztem már róla a videókat, és egyelőre nagyon tetszetősnek tűnik a játék. Úgyhogy azt mindenképpen ki akarom próbálni, meg mondjuk fel kéne már néznem Seven Days-re is. Úgyhogy hát van sok minden, ami tervben van véve, az, hogy mi lesz belőle, az egy rohadt jó kérdés, majd meglátjuk, de holnap reggel akkor, aki jön nézni, azzal találkozunk, ilyen szerintem ilyen 9 óra magasságában, de az is lehet, hogy előbb, az is lehet, hogy később, attól függ, meddig alszom. Na, legyetek jók, jó éjszakát, szevasztok!